Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, a KDE kinézetét fogjuk testre szabni. Azért mondom, hogy a kinézetét, mert valóban csak a felület vizuálisan látható részéhez fogunk hozzányúlni, ami igazából nem testre szabás, csak a kinézet beállítása, nem a programoknak a beállítása. Azaz, megnézzük, hogyan tehetjük szebbé és jobban kinézővé azt a felületet, amit megkedveltünk, azaz a KDE-t. Az alapbeállításokat fogjuk megvizsgálni, azaz nem fogok nagyon belemenni abba, hogy egy felületet, egy kinézetet, egy sablont, egy témát hogyan lehet nagyon átszabni. Rámutatok, hogy grafikusan hogyan és miképp lehet beállogatni ezeket a dolgokat. Nagyon fontos számunkra, hogy a felületünk jól nézzen ki, de én azt mondom, hogy bár több száz sablont lehet találni, több ezret, hogyha nagyon nekiáll az ember keresgélni, nem kell mindegyiket kipróbálni, azaz tartsunk mérsékletet, ne vigyük túlzásba azt, hogy feltesszük a KDE-t, és viszonylag egyszerű mindent megváltoztatni kinézetügyileg, és abban a pillanatban, amikor feltesszük, és utána még két évig azzal macerálunk, hogy hogyan nézzen ki az a felület. Nézzünk egy olyan sablont, ami tetszik, ami a szemünknek is jó, és azon egy picit igazgassunk, állítsunk be olyan kurzort meg színeket, ami számunkra jó, és utána hagyjuk. Nem kell naponta ötféle hátteret, ötféle kinézetet, ötféle sablont kipróbálni. Nem mindegyik teljes, erre nagyon figyeljünk. Előfordulhat, hogy bár tetszik nekünk valamilyen ikonkészlet, például, az nem tartalmaz olyan ikonokat, amire nekünk szükség van. Azaz, hogyha eltűnnek az ikonok itt-ott-amott, panelon vagy a start menüben, akkor nem a KDE-t kéne szidni, hanem megnézni, hogy az adott sablonban, az adott ikon témában van-e olyan ikon, és esetlegesen, hogyha biztosak vagyunk benne, hogy az ikon téma teljes, akkor indítsuk újra a felületet, és akkor rendbe szokott jönni. Ha van olyan, ha nincs, akkor természetesen vagy készítünk, vagy megpróbálunk valami barkács megoldást követni, vagy, ami számomra egyszerűbb, hagyjuk azt az ikon témát, azt a sablont, és keresünk olyat, ami teljes, nem mindegyik teljes, erre nagyon figyeljünk. Régebbi ikon témák, régebbi sablonok, régebbi felületek, kinézetek, azok nem feltétlenül lesznek jó ebben a pillanatban, ehhez a KDE-hez változik a felállás, változnak a beállítások, így bizony nekünk kell követni azt, hogy olyat használjunk, ami jó, és ne vigyük túlzásba, bár több száz sablont lehet találni. És nézzük is meg, hogyan lehet beállítani a KDE felületünket. Nézzük is meg, hogy a globális témát hogyan kell beállítani. Logikusan elindítjuk azt a felületet, a beállítások felületet, azt a programot, ami erre rendeltetett. Látható, magyarul beszél, jól összeszedett, struktúrált. Azaz, ami egybe tartozik, egybe van. Nem kell megijedni, itt elrontani semmit nem tudsz. Gyakorlatilag kezdjük is az elején, a kinézete, a felső blokk. Logikusan összeállított cucc, miért? Mert a felső blokk a legelején mi van? Az van, ami neked kell. A kezdők, aki fölteszi a KDE-t, nem a programokat nézi meg helytelenül, hanem hogyan tudom átállítani a színeket meg a kinézetet. Nem ez a lényeg, de ezzel kezdünk. Látható, hogy itt 5 van, 4-et kapunk alapértelmezettségben a MX-el, lehet, hogy a te felületet 10-et rak föl, lehet, hogy 3-at, teljesen mindegy. Amennyit akarnak, kiválasztod azok közül, ami tetszik, ha tetszik, tetszik, természetesen, hiszen azt a felületet választottad, azt a disztribúciót, ami úgy néz ki, ami neked kellemes, azaz kiválaszthatod, amit szeretnél, rábögsz, és alkalmazás. Nem tudsz tovább lépni odáig, amíg nem bögsz rá az alkalmazásra. Miért? Mert a beállításokat nem a legvégén, egybe, és a utolsó lépésként fogja ő realizálni, hanem minden kategóriában lévő beállítást külön-külön le kell engedélyezni, mert annélkül nem tudsz tovább lépni. Azaz rábökök, előre, és nem bökök rá az alkalmazásra, és a színekre akarok menni, igen, ő rá fog jönni, hogy nem állította át, bizony ő át fogja állítani, oké, globális témához visszamentünk, ennyi a témaválasztás. Hogyha neked nem tetszik az a 4, amit kapsz az első 4, akkor mit kell csinálni? Új globális téma. Rábögsz, és
mehetsz tovább, válogathatsz, ami neked tetszik, legyen ő, hát megnézzük, hogy mi, hogyan néz ki, rábökünk, hú, de nagyon szép, tetszik. Oké, okay. Oda tudsz menni, hogy meg tudod nézni a leírásnak azt a részét, ami a kommentelés van, és utána eldöntheted, hogy nincs itt sok kritika, nem mondják azt, hogy bocsi, ez undorító és nem működik. Megnyithatod az erre rendelt honlapot is, ahol esetleg több információt fogsz kapni, azaz ezt a linket érdemes eltenni, hiszen innét tölti le ez a program rész a dolgokat, és ott is lehet tallózni, keresni, rengeteg jó cucc van. Oké, megtetszett, azt mondod, hogy életed vágya, hogy ő így nézzen ki, ráböksz az Instarra, és elkezd dolgozni, dolgozni, dolgozni. Internetsebesség, holdállás, illetve a csomagnak a mérete szerint töltődik le, nem csak a letöltés, hanem annak az installálása, ide-oda berakosgatása is időt vesz igénybe. A globális téma olyan, hogy olyan, ami mindenhez hozzányúl, ezért globális téma, bekéri a te jelszavadat, megadjuk a jelszót, ami természetesen nem három darab a betű, dolgozik, 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 uncsi, kész, és utána mi történt? Bezárhatjuk. Nem? Nem zárjuk be, hanem megnézzük, ahol az előbb az install volt, itt az eltávolítás jelent meg. Tehát, hogyha te le akarod takarítani, mert kiderült, hogy mégsem nem ezt a színharmóniát, ezt a beállítási lehetőséget szeretnéd, akkor az eltávolításra böksz. Hát nyilván most nem arra bökünk, és megjelent nekünk a akármilyen téma, rábökünk, és alkalmazás, és ő alkalmazni fogja. Látható, egyet villant, azaz újraindította a felületet, megcsinál mindent, nem kell neked semmit itt mókolni, egyszerűen mindent automatikusan meg fog csinálni. Oké, okay, mindenki látja, hogy a globális téma telepítése nem egy agysebészet, itt van egy olyan beállítási lehetőség, amire ráböktem, és azt mondja, hogy a téma asztali elrendezésének használata logikusan látható a képeken is, hogy a panel egyéb kinézet, az picikét eltérhet a panel helyzete, a plazmoidok, azok a kütyük, amik az ablaknál vannak, az asztalon vannak itt-ott akárhol, azok eltérhetnek. Én azt mondom, hogy természetesen érdemes ezt is kipróbálni, és erre átállítja a rendszer. Arra figyelj, hogy a panelodat szépen össze-vissza rakosgatja, és utána visszarakni neked kell, ha mégsem nem ott szeretnéd, ahol például a felület az adott globális téma szerint kell, a készítő szerint kellene, a plazma asztal elrendezése el fog veszni. Tehát nem tudod visszaállítani a te saját beállításodra, mondjuk a panelnak a helyét, egyéb egy gomnyomásra, azt kézzel kell majd visszapiszkálni, és visszaáll az alapértelmezett értékre a kiválasztott téma szerint. Neked kell eldönteni, hogy te ezt a panelszerűséget szereted, vagy esetleg ilyen panelt szeretnél, ami az adott beállítással van. Ahogy láttátok, rákattintottam arra a kis kép ikonkára, és akkor kinagyította, látható, itt is más a panelnak az elhelyezése, a kinézete, meg itt is. Tehát átváltoztatja, átírja a beállításaidat, erre nagyon figyelj, hogyha már egy bekonfigurált rendszerbe vagy, akkor ezt nem kéne használni, de lehet. Alkalmazásra bökünk, természetesen fusson le az alkalmazás, nagyon szép. Majd a következő plazma stílusok, tehát a plazmaidok, egyebeknek a stílusa, plazmaidok azok a kütyük, amik asztalra tudod tenni, nagyon hasznosak, rengeteg van, vannak benne olyan undorítóak, hogy csak na, és vannak igazán hasznosak, és majd valamikor kitérünk rá. Oké, okay, látható, hogy itt elég sok kinézet van, általában én azt mondom, hogy itt is ugyanazt a gondolatot kell végigvinni, mint az előzőekbe, megnézed, kiválasztod, van olyan, ami tetszik? Van. Oké. Okay. A globális téma hoz magával egy pár ilyen beállítási lehetőséget, ilyen választási lehetőséget, és ha egy témát kiválasztottál, és a képeken megtetszett, akkor az azért érdemes használni, ha van, ha nincs, akkor itt választhatsz olyat, ami neked kell. Láthatóan elég sok kinézet van, és ha nem elég, akkor sincs semmi baj. Új plazma kinézet,
Oké, és elkezdesz válogatni, ezen nem fogunk végigmenni. Keresni tudsz értelemszerűen kisebb kép, nagyobb kép, ilyen elrendezés. Tehát ez nem okozhat gondot, a szűrések sem okozhatnak gondot. Logikusan én azt mondom, hogy végig kell nézni, hát ha találsz olyat, ami neked hasznos, és akkor fel tudod telepíteni ugyanúgy, mint az előbb. Azaz rábögsz, és megint alkalmazás. Ha véletlenül nem a központi szerverről, hogy így mondjam, tehát ebből a tárházból szeretnél letöltögetni, hanem valami haver küldött ilyesmit, ott is van lehetőség telepítés fájból. Ez már egy komolyabb feladat, mert telepítés fájból miből áll, odamész, ahova letöltötted, aztán rábögsz és meg fogja telepíteni, amit kell. Tehát igazából nem jelenthet az se gondot, a komolyabb az, hogy hát úgy tűnik, mintha professzionálisan telepítenéd, kézzel telepítés fájból, az is megoldható. Ha van olyan kinézet, amit tetszik, és úgy gondolod, hogy te azt archiválni szeretnéd, akkor felmész a honlapra, letöltöd és elteszed. Ezt azért is jó megcsinálni, mert előfordulhat, hogy a honlap megszűnik, meg egyéb, de nem szokott ilyesmi igazából előfordulni, de én szeretek mindent, hát bizony begyűjtögetni, mint egy hörcsög, hogy meglegyen. Én, ahogy lehet látni, alapvetően ugyanazt a kinézetet, plazmoid, plazma asztal kinézetet, nem szeretem azt, hogyha túl bonyolult. Tehát ez nagyon szép, ez az oxigén kinézet, nagyon szépen néz ki, de nekem nem tetszik. Oké, már egész szépen haladtunk a beállítással, alkalmazások megjelenítése, látható, van ott nyilacska. Van egy nyilacska a végén, itt is ebbe a kis legördülőbb menübe kiválaszthatod esetleg, hogy mi kell, de én azt mondom, hogy rákattintasz, megnyílik az almenü. Alkalmazás stílus, hogyan nézzen ki? Hát bizony, eredetileg pár darab volt, párat én installáltam, és kiválaszthatod, hogy a kinézete, mondjuk egy programnak a kinézete milyen legyen. Hát bizony, én gyakorlatilag azt mondom, hogy lehet variálni, de érdemes sokat kipróbálni. Itt kifejezetten azt mondom, hogy érdemes sokat kipróbálni, mert ezek a képek szépek, nagyon jól néznek ki, de egyetlen egy hibájuk van. Nem látom benne, hogy ténylegesen egy program hogyan fog kinézni, egybefolynak-e a lapocskáknak a fülei ténylegesen működés közben, vagy szépen elválasztódnak, fölrakunk párat, és utána semmi egyéb dolog nincs, kipróbálgatja az ember. Logikus, rábökik alkalmazás, semmi egyéb nincs vele, mindenki állogassa be, ahogy szeretné, rábök, és van ilyen kis, hát kis rajzeszköz, vagy tollacska, beállítási lehetőség ott lent a sarokba. A legtöbb ilyen helyzetben ott a sarkocskákba, az alsó sávba, illetve a felső sávba, a sarkocskákba érdemes oda mozgatni az egeret, mert előtűnhetnek ilyen beállítási lehetőségek, amik kényelmesek, látható, teljes mértékben testre szabható. Én nem fogok a négy fül rengeteg beállításnál végigmenni, akármi gördítő sáv, átlátszóság beállítása, keretek. Magyarul le van írva, hogy mi az, amit ott engedélyez, vagy letilt, mi az, ami csúszka van ott. Áttetsző, nem átlátszó, ezen nincs mit magyarázni, hogy ezt hova húzkodott. Oké? És le kell okézni. És hogyha valami már nagyon-nagyon-nagyon nem úgy működik, ahogy kell, az alapértelmezésre rábögsz, és visszaállítja az alapbeállítást. Én azt mondom, hogy ez a testre szabás. Nem az a testre szabás, hogy megnézel egy globális témát, plazma stílust, egyebet, meg színösszeállítást, letöltöd, és hát ráfuttatod a gépre, tehát elindítod, és aztán fél másodperc alatt fölmegy, hanem ez a valódi testre szabás a kinézetnek, azaz az általános keretek beállítása, görgetősávok beállítása, és a többi, és a többi, és a többi, amit későbbiekben szintén ilyen gyors áttekintéssel megnézünk, azokat magadnak beállított. Tehát nem az a lényeg, hogy 3-ból, 100-ból, 5 millióból kiválaszt a szegget, és beállított a testre szabtad,
fenét, az nem testre szabás, csak valakinek a kinézetének a másolása, tehát ezzel el lehet lenni, hogy úgy mondjam, egy picikét ide-oda tologatja az ember, állogatja a rendszerét, és olyan lesz. Menet közben is tudod állítani, tehát nem azt jelenti, hogy leülsz, és aztán végigmész az összes beállításon, menet közben is be tudod állítani, ha például az átlátszóság, áttetszőség egyéb nem tetszik, azaz láthatóan ennyi. Ikonok és eszköztárak beállítása, rábökünk, ikonok, eszköztárak beállítása, napi szinten használjuk az ikonokat, a feliratokat, fő eszköztár címkéje hol legyen, másodlagos eszköztár címkéje hol legyen, ikon mellett, ikon alatt, ne legyen rajta csak szöveg, a csak szöveg nyilván azt jelenti, hogy nem lesz ikon, azaz beállíthatsz mindent. Ha véletlenül későbbiekben valami nem tetszik, nekem előfordulhat olyan, hogy például a fejlécbe az ikonok nem kellenek, tehát nem kell ez az ikon, illetve a feliratot is el szeretném tüntetni, videókészítés, program bemutatás esetén előfordul nekem olyan, hogy például egy broker cég ikonja, illetve neve ott van az a videóban, amit szoktam készíteni, más témában természetesen, ott értelemszerűen reklámnak hatna, és azokat szépen el lehet tüntetni. Tehát ilyen testre szabási lehetőségek vannak, nem csak másolni kell, hanem testre is lehet szabni. Oké, tehát a következő a GNOME GTK. GNOME GTK. Azaz, hogyha egy programot szeretnél te telepíteni, akkor vannak lehetőségek, nem minden programnál, hogy Qt, az van odaírva Qt. Általában odaírják, hogy KDE, Plazmához, meg egyéb, illetve van olyan verziója esetleg egy programnak, hogy GNOME-hoz, GTK témával készült cucc. Tehát az, hogy ő hogyan nézzen ki, ezzel lehet variálni, ezzel tudják állogatni, hogy a GNOME-ba, vagy a KDE-be szépen belesimuljon. Ennek vannak különböző verziói, ezzel nem is akarok foglalkozni, logikus, hogyha valaki GNOME-ot használ, és van választék a Qt, illetve a GTK választására, akkor a megfelelőt válasza logikus, de nálunk az a lényeg, hogy a Qt legyen mögötte, vagy odaírják azt, hogy bocs, ez a Plazmához készült, és logikus az is, hogyha nekem van egy felületem, nem biztos, hogy csak KDE-hez készült Qt verziójú cuccot szeretnék használni, hanem előfordul, hogy a GNOME-nak a dolgait is szeretném használni. Hát bizony, fölteszek egy GNOME-os, akármilyen programot, az általában nagyjából bele fog simulni a kinézetbe, de hát azért nem mindig. GNOME GTK alkalmazás stílusok beállítása, rábökünk, és itt is meg lehet adni, hogy melyik GTK téma legyen. Nyilvánvalóan a témakészítők, kinézetkészítők, azok elkészítik az összes-összes verziót, mindenhez jó legyen az a kinézet, tehát akár Openbox-ot használsz, akár XFCE-t használsz, akár GNOME felület, vagy annak valamilyen verzióját, akár Plazmát, KDE-t használsz, ahhoz ők elkészítik azt a stílust, ami éppen neki kell, azt a kinézetét, hogy egységes legyen. Itt be tudod állítani, hogy a GNOME-hoz készült GTK téma, körbe készült dolgok hogyan nézze neki, rengeteg van, máshol is be lehet állítani, de itt a legegyszerűbb, és új GNOME GTK téma telepítése, logikus, megkeresed. Érdemes megnézni, hogy milyen KDE témát telepítettél, mi a neve, és hogyha nem felel meg neked a GNOME-os cuccoknak a kinézet, a GTK kinézete, akkor nyilvánvalóan gyorsan idejössz, megkeresed, letöltöd, ha van ugyanolyan nevű, és akkor egységes lesz a kinézet, és nem úgy néz ki a rendszered, mint amit összehánytak. Kis gondolat, hogy szép legyen, teljesen mindegy, hogyan néz ki, hogy a sarkok le vannak-e kerekítve, vagy egységes-e, a program futni fog. De azért nézzem már ki, jó? Normálisan. A telepítés fájból, értelemszerű alapértelmezésbe, alapállapotba vissza tudod rántani a dolgokat, választhatsz. Én azt mondom, hogy azokat a témasablonokat, amit így alapból odaadnak neked, értelemszerűen ki lehet törölgetni, ami neked éppen nem kell, de én úgy gondolom, hogy nem kéne kitörölgetni, mert akkor nem biztos, hogy egységbe tudod a kinézetet hozni. Mindig lesz egy-két kilógó dolog, például
a flatpak csomagok közül is lesz egy pár kiló ugócsomag, arról már van cikk, hogy hogyan lehet azokat átállogatni, de ott azért a sablonok, a témakörök, a témázás egy kicsit, hát hogy is mondjam, nem ennyire szép. Oké, a következő gondolat, ablakdekorációk. Ablakdekorációkat lehet látni, értelemszerűen a kinézetet ez is változtatja. Pöttyök legyenek, így nézzen ki, ilyen legyen, melyik tetszik neked? Ilyen a ikon ott fönt, az a kis beállító ikon föl, legörgető, összecsukó, ikonizálódó ikon, teljesen mindegy, bármelyiket beállíthatod, az a lényeg, hogy neked, a szemednek kényelmes legyen, új ablakdekorációk letöltése, ugye nem kell most újra elmondanom, hogy telepítés részletek és ráböksz aztán kalapkabát. Itt van egy megszokott választópanel, a legújabb pontszám szerint telepítve vannak, felkiáltású, ha sokat telepítesz, akkor a telepítésre telepítve van, azokat le tudod válogatni. Én úgy gondolom, hogy nyilván logikus ennek a használata, nem kell 500 ilyen sémát a gépen tartani, letöltöd, megnézed, ha nem tetszik, eltávolítod, ezt naponta nem változtatjuk. Én úgy gondolom, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 10 elegendő számunkra. Téma szegély méretének a használata, szegély méret használata, be tudod állítani kézzel is, hogy nincsenek szegélyek, vastag, kevésbé vastag dolog legyen a szegélyeken. Én úgy gondolom, hagyni kell a gépre, ha pedig a témáit szeretnéd használni, akkor ráböksz. Alapértelmezésként elmentheted, illetve alapállapotban hozhatod a témádat, alkalmazásra bökünk rá az alkalmazásra, és ahogy lehet látni, ő itt megváltozott, meg ő itt megváltozott, visszamegyünk a Breeze-re, alkalmazás és megváltozott, ezeket változtatja meg, tehát az a felső szegély kinézetét változtatja meg, kismillió plusz egy van, tehát nem kell megijedni, hogyha neked nem tetszik az, hogy így néz ki, vagy így néz ki, vagy így néz ki, abban a pillanatban tudsz változtatni, nem az életünk legfontosabb dolga, azaz mehetünk tovább színek. Na hát a színek az nagyon érdekes dolog, és itt is igaz az, látható, megint ide mentem, ezen se fogok végigmenni, hogy a színeket hogyan kell beállítani. Panelod, tehát a programod kinézetének a színeit be lehet állogatni egyedileg is. Erre figyelj oda, előfordulhat az, hogy van neked olyan kinézet, olyan színösszeállítás, ami nagyon megkapod, de például azt mondod, hogy itt ez a kék, az nem annyira szép kék, mint amilyet te szeretsz, logikusan ide mész, és elkezded állogatni, logikusan ki van írva, hogy mi, hogyan és miképp kell, meg különben is látod, hogyha az ilyen kék nem tetszik, akkor megkeresed az olyan kéket, aztán átállítod. Itt azért egy picikét jobban oda kell arra figyelni, hogy egységes legyen, azaz nem csak egy helyen lehet ugyanilyen kék, a feliratok között, háttérképek, hátterek között is lehet ilyen kék, ott is át kell állítani. Egy kicsit macerás, de ez a testre szavás. Nem az, hogy kitalálod, hogy az ablakcím minden így nézzen ki, a komfort dark legyen, és akkor alkalmazásra böksz, és akkor így fog kinézni. Érted? Tehát magad képére, a saját elképzelésed szerint érdemes beállítani. Amit érdemes tudni, a legtöbb globális téma az magával hozza ezeket a színsémáikat is, és hogyha igazából egységeset akarsz, és nem akarod nagyon az idődet ezzel tölteni, végigfutsz ezeken a beállításokon, és mindegyiket ugyanarra a névre átállítod, persze ráböksz az alkalmazásra, és ennyi. A telepítés, új színsémák telepítése, 1 millió színséma van, látható, hogy görgetek, egyre több jön elő, választhatod, bezárjuk, jó? Én nem szeretnék ezzel foglalkozni. Szép, megtelepítés, fájból 1 millió van, sok olyan honlap van, sok olyan lelkes ember van, aki készít színsémákat, gyakorlatilag azt használod, amit szeretnél, és utána testre is tudod szabni. Ennyi a színsémák beállítása. Itt tudsz keresni, illetve ki tudod válogatni, hogy csak a sötét sémák legyenek, csak a világos sémák legyenek. Ízlések szerint tudod választani, hogy melyik tetszik neked. Tehát itt lehetőséged van, plusz, amit emlegettem, a kézi beállítása is, a változtatása, betűkészletek. Na, első körben az alap gondolatom az, hogy nem kéne
piszkálgatni. Az első időben, amíg nem tudod, hogy mi micsoda, azt nem kéne a betűket állogatni, mert előfordulhat az, hogy bizony rábögsz, mert te aztán itt nagyon szeretnéd átállítani, aztán itt ráteszed a legkisebb méretre, pici méretre, vagy valami túl nagy méretre, és a felületet elkezd szétesni. Azaz, figyeljünk a beállításokra, hogy itt jegyezd meg, hogy mi a beállítás, és azért ésszel bökögessél, velem előfordult az, hogy rábögtem, itt véletlenül nem 12-esen nagyobbra állítottam, hanem 120-ra, már én kézzel beírtam, oké? Okay? És akkor volt itt olyan felület kinézett, hogy csak na, ezt a feliratot szeretnéd eltüntetni, ő az ablakcím, mondtam, hogy én ezt időnként használom, akkor rámész, és értelemszerűen beállítod a legkisebb értékre, ennyi. Az élsimítás, képpontkorrekciók, betűjavítási gondolatokat nem kell piszkálni, alapesetben jól működik, nem szépen jelennek meg a betűk, vagy esetleg kisebb teljesítményű a géped, vagy más beállításokat szeretnél, itt kapsz egy sugót, ezt elolvasod, jó? Ezt elolvasod, hogy mi az, és akkor beállítod. A lényeg, az élsimítás szebbé fogja tenni a betűket, logikusan szebbé fogja tenni, ha nagyon leterhelni a gépedet, ki kell kapcsolni, mindegyikhez kapsz itt sugót, látható, normális a KDE-nek az elkészítő gárdája, mindenhez mindent el fog mondani, a betűtípusok DPI értékét nem bántjuk, ha esetleg nem felel meg az alapbeállítás, akkor rábögsz és elmondja, hogy mi ő az, és hogyan kell beállítani, azaz jól be van alapértékbe állítva, betűtípus, hogy te melyiket szeretnéd használni, az a te egyéni dolgod. Oké? Okay? Tehát, hogy melyik betű, fajta, típus jelenjen itt meg, egyéni dolog, hogy milyen méretbe szeretnéd, hogy megjelenjen, egyéni dolog, alapértelmezettségbe jó. Ha véletlenül azt érzed, hogy kicsik a betűk, meg nagyon nagy a monitorod felbontása, későbbiekben megbeszélt skálázással kényelmesebben át tudjuk állítani, mint esetleg a betűkészletek, a betű méretek állogatásával figyeljünk rá, jól olvasható betű van beállítva, szép betűstílus van beállítva, és azon változtatni csak akkor érdemes, ha tudod, hogy mit teszel. Betűtípus kezelés. Betűtípusokat le tudod válogatni, illetve logikusan itt meg tudod nézni, hogy milyen betűtípusok vannak, mielőtt valami szép nevű, de ronda, vagy használhatatlan, krikszkrakszokat adó betűtípust állítanál be a panelodban. Azonosság keresése, telepítés fájlból, új betűkészletek beszerzése, logikus rengeteg betűkészlet, TTF font meg egyebeket be tudsz szerezni, gyakorlatilag kismillió van az interneten, itt installálni tudod fájlból, illetve hát ezen a panelon keresztül is le tudod tölteni. Ha ráböksz egy ilyesmire, nem biztos, hogy megmutatja azt, hogy neked ez tetszik, nem tetszik, jó vagy nem jó. Hát egy ilyen kép mellett, hát én nem biztos, hogy telepítenék egy betű kinézetet, egy betűtípus már nem elegendő számomra, hogy ennyit megmutasson. Oké, tehát azért a fájlból való telepítés kényelmes. Itt a fontkészletek kezelését is el tudod végezni, mert amire ráböksz, azt ki tudod törölni, illetve telepíteni is tudsz. Tehát alapvetően itt a fontkészletek telepítése, törlése, kezelése megtörténhet. Ikonok! Hát az ikonok mindenkinek a mániája, hogy bizony olyan ikonok legyenek, ami neki tetszik. Én fordítva indultam neki, nekem olyan ikonkészlet kell, ami jól látható, eléggé éles és szép. Eléggé éles és szép és egyszerű. Az össze-vissza láttam ilyen ikonkészleteket, mutatókészleteket, kurzorkészleteket, amiben kis ábrácskák vannak, felejtős. A ikonkészletnek egyetlen egy fontos tulajdonsága van, nem mindenfajta ikonkészlet jó. Egyszerűen azért nem jó, mert nem teljesek. Általában a program hozza a saját ikonját. Ezzel nincs baj. Azzal van baj, hogyha az ikonkészlet mondjuk egy home
Tehát a home partíciód, vagy home könyvtárod, vagy könyvtárnak az ikonja, az adott ikonja nem jelenik meg. Tehát esetleg a letöltések, a home, a zene, könyvtárnak az ikonja nem szép, vagy egyéb ikonok hiányoznak, jobbra menjen, kilépés, egyéb ilyen ikonok hiányoznak az ikonkészletből, akkor megpróbálja a rendszer valahogy ezt javítani, de nem fog jó lenni, azaz kiválaszthatod a kedvenc ikonkáidat. Rábökülhetünk arra, hogy például a papíros ikon, hát az nem igazán eltérő, inkább legyen ilyen, alkalmazás, és akkor az ikonok megváltoznak. Oké? Tehát az alaptelepítésű ikonok 100% jó, általában az új ikonok letöltése, telepítése, egyéb ikonkészletekkel való babrálás ezen a felületen az új ikon letöltésével történjen meg, a honlapjukon lévő ikonok általában jók. Hát az az igazság, hogy vannak ilyen, hát hogy is mondjam, szebb és csúnyább ikonok is, át kell nézegetni, hogy melyik tetszik. Logikus. Telepítés fájból logikus. Ikon méretek beállítása. Na hát itt az ikon méretek beállítása eléggé összetett feladat. Nem egy agysebészet, de van olyan program, ami a saját ikonját, tehát a saját felületén kinézetében megjelenő ikonokat saját maga akarja szabályozni, és van, ami a globális beállítást meghagyja, illetve természetesen elfogadja. Logikusan meg tudod mondani neki, hogy az asztalon lévő ikonokák, azok 32-esek legyenek, vagy nagyobbak, vagy kisebbek. Oké? A különböző helyeken, panelokon, itt-ott elhelyezkedő ikonok milyen méretűek legyenek. Alapgondolat, itt is az alapgondolat, hogy ha egységes felületet szeretnél, akkor két lehetőséged van. Vagy meghagyod az alapbeállítást, tehát a készítő, a sablon készítő ikon meg egyéb beállítást is szabályozza, azaz ott minden egységesen fog megjelenni, ahol kell kisebb, ahol kell nagyobb, ha pedig hát bizony változtatni akarsz, akkor minden egyes beállítási lehetőséget, azaz minden egyes ikon megjelenítési helyet légy szíves végignézni, megnézni, beállítani, hogy egységes legyen. Tehát ne nyújj bele csak úgy, hogy egyet-kettőt változtatsz, ha csak nem az a célod és tudod, hogy mit csinálsz, hanem egységessé lehet tenni a dolgokat, ha odafigyelsz, vagy pedig hagyod alapbeállításba. Kurzorok, ugyanaz a szöveg, mint az előző. Kurzorok méretét be tudod állítani, itt valóban csak egyféle beállítási lehetőség van a kurzor mérete, tehát nincs olyan, hogy az ablakon belül, ablakon kívül, a itt-ott milyen méretű legyen, be tudod állítani. Eléggé szükőcske beállítási lehetőséget ad a legtöbb felület, gyakorlatilag 24, 48, 72, 36 is szokott lenni, a méretét, a kurzor méretét adja, megmutatom, bár szerintem mindenki tudja, kisebb kurzor helyett nagyobb lett, gyakorlatilag az, amit beállítasz, az lesz. Itt is az új kurzor letöltése, illetve telepítés fájból működni fog. Itt is érdemes azt tudni, hogy ami nem kell, érdemes eltüntetni, gyakorlatilag nem kell 500 féle beállítási lehetőség, nem kell 500 féle kurzor, nem kell 500 féle sablon számunkra, hanem az, amit használunk, nem az a testre szabás, hogy 500 watt letöltünk és naponta változtatjuk, és avval a sablonnal, konfekcióval, hogy úgy mondjam, villogunk, hogy nekünk milyen ügyes a gépünk, én milyen ügyes vagyok, hogy le tudom tölteni a globális témát, és utána naponként más kinézete van a rendszerünknek. Az a testre szabás, amikor fogod, és a beállító panelok, ahol vannak, ott beállítod azokat az értékeket, ami számodra fontos, és ezt csak egyszer érdemes megtenni, egyszer kell megtenni. Amire ki szeretnék térni, ami nagyon fontos, hogyha rábökünk valamire, megváltoztatjuk, akkor mentés másképp. Le tudjuk menteni a saját beállításunkat. Ez azért fontos, mert ha újra telepíted a rendszert, vagy elkezdesz babrálni valamit, lehet, hogy a beállításaid eltűnnek. Ha te sajátot szeretnél összehozni, mert teszem azt, ahogy az előbb mondtam, ez a kék nem tetszik, mert nem olyan szép, nem tetszik neked a színe,
mert nem megy, nem jó, akkor megváltoztatod, le tudod menteni. A séma feltöltése, a szerverre fel tudod tölteni, hogy más is használja, én ezt még soha nem használtam, vélhetően ez jelszó kell, bejelentkezés és egyéb, én nem szoktam megosztani a saját beállításaimat, ebben nem szoktam variálni, csak lementem magamnak és elteszem. Oké, erre ki kellett térni, ahol változtatási lehetőség van, és ilyen mélyebb változtatási lehetőség, ott értelemszerűen mentési lehetőség is van, és azt a fájt, illetve azt a eszközt, azt a csomagot el tudod tenni, és későbbiekben telepítés fájból vissza tudod tölteni azt a színharmóniát vagy egyebet. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Gyakorlatilag elmondtam azt, ami logikus, mindenki ismeri, mindenki tudja használni, de érdemes volt átmenni rajta. A következő részben már izgalmasabb dolgokról fogunk beszélni, ma a működést fogjuk testre szabni. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!